Jó estét kívánok! Az Alternatív Plusz műsorát látják. Természetgyógyász műsor, ezért algákról fogunk beszélni, táplálékkiegészítőkről, bocsánat. Köszöntöm a stúdióban a vendégemet, Szabó Tibor urat, természetgyógyász. Köszönöm, Tibor, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Én is üdvözöllek téged és a nézőket. Tibor, az algákat két héttel ezelőtt úgy hiszem, hogy elég részletesen elmondtuk, bevezettük. Milyen rizikó betegségekre tudjuk esetleg ajánlani, mint ételt? A táplálékkiegészítőknek a szerepét, ha nézzük, akkor az, hogy tulajdonképpen megadja mindazokat a feltételrendszereket, amik az életműködéshez szükséges. Ezt tudják az algák, mivel a tápláléklánc alapját képezik. Erről beszéltünk már a múlt alkalommal. Kérdésedre válaszolva azt szeretném mondani, hogy vannak az úgynevezett rizikófaktorok, amelyek életet veszélyeztető tényezők. Konkrétan ilyen a magas vérnyomás, az emelkedett vércukor és a túlsúly. Az algák nagyon jól használhatók a testsúly rendezésénél, a vércukor normál szintre állításánál és a magas vérnyomás rendezésénél. Itt feltétlenül el kell mondani, hogy nem a gyógyszerek helyett, hanem a gyógyszerek mellett kell használnunk. Tehát a szakorvos által megadott terápiás eljárás folytatása mellett, ha valaki kiegészítőként algákat fogyaszt, akkor el tudja érni, hogy rendeződik a testsúlya, majd beszélünk, hogy hogyan, rendeződik a vércukorja és rendeződik a vérnyomása. Miért? Tapasztalatok vannak a gyakorlatból arról, hogy 25-ös vércukor 3 hónap alatt rendeződött 4,2-re. Az illető úr az egy 85 éves úriember, tehát nem fiatal szervezetről beszélek csupán, hanem idős embernél is vannak olyan hatások, amiben el lehet érni. Természetesen szedte a gyógyszerét mellette, és rendeződött. Ugyanennek az úriembernek 220-240, 260-as vérnyomása volt per 140-160-180 diasztolés nyomása, és a 120 per 80-ra rendeződött ugyanennyi idő alatt. A fogyás, az hogyan is történik meg az algával? Az algáknak van egy csodálatos hatása, hogy méregtelenítenek. Tudnék, a struktúrája, a szerkezete hasonló a klorofiléhoz, tehát nagy felülettel rendelkezik, amely fölszívja a nehéz fémeket, tehát a higanyt, a kádmiumot, az ólomot, és kiviszi a szervezetből. Ugyanakkor azokat a természetes környezetből belénk kerülő mérgeket, amit kozmetikai szerekkel, táplálékkal, vízzel, levegőből fölveszünk, vagy a gyógyszerekkel, vagy a stressz hatására, ez mind a szervezetből sejtszinten képes méregteleníteni. Mindig kell odafigyelni arra, és az a praxisból látjuk, hogy akkor, amikor valaki elkezdi szedni az algákat, akkor először felszaporodik a keringésben a sejtszintről kioldott mérgek, és általában súlyosodik az illető állapota, ettől nem kell félni. Én mindig szoktam mondani, hogy nagyon örülök, mert elmozdult, és akkor először olyan furcsán néznek rám, hogy én örülök, hát igen, annak, hogy rosszabb van az állapota. Pontosan, tehát felerősödött a betegség. Mégis, hát ő szegény, kínlódik, kezeléssel jár, tartja a diétát, fogyasztja az algákat, és az állapota súlyosbodik, romlik átmenetileg. Na most gyakorlatilag azt lehet mondani az elhízásnál, például konkrétan, ez egy nagyon leegyszerűsített dolog, mert nem beszélünk a hormonális hatásokról, nem beszélünk az anyagcsőfolyamatokról, tehát egy csomó olyan meghatározó tényező, ami nem mellékes és nem nélkülözhető, de most mégis elhagyom, és nagyon leegyszerűsítve mindenki által érthető módon azt tudom mondani, hogy az elhízás nem más, illetve az egyik formája lehet az, hogy a szervezetbe a külvilágból bekerült, vagy a működése során keletkezett toxinok nem ürülnek ki a kiválasztó rendszerrel, tehát a vesén keresztül, a vizelettel, a májon keresztül, a széklettel, vagy a tüdön keresztül a kilégzése, illetve a bőrön át. És akkor a szervezet, hogy védje ezektől a toxinoktól magát, egy zsírburokba
csomagolja, úgy, ahogy a környezetvédők szokták a mérgeket, hogy különböző vashordókba rakják, és meghatározott depókban a szervezetben ismerjük, hogy hol, kinél hol, alkattípus szerint lerakódnak. Tehát mindenkinél egyéni módon ez reagálódik. Na most az algák viszont kiürítik ezeket a mérgeket, ezeket a toxinokat. Nincs, amit körülvegyenek ezek a zsírgolyók, és nem kell itt lerakni a különböző depókban. Tehát például nagyon leegyszerűsítve. Na de itt nagyon fontos a mozgás, a megfelelő vízfogyasztása, és mindig az életmódváltás. Tehát ne várjon csodát senki valaki az algáktól. Az algák fogyasztása mellett szükséges a megfelelő orvosi kezelés, szükséges a megfelelő táplálkozás, a megfelelő pihenés, a megfelelő folyadékfogyasztása és a megfelelő mozgás. Tehát ez vonatkozik például az elhízás esetén. Most egy másik nagyon fontos tényező, ugye az emelkedett vércukor. Az emelkedett vércukornál is azt tapasztaljuk, hogy az algák általában, mondom, a gyógyszer fogyasztása mellett, amit a szakorvos elrendel, az be kell tartani, és ahogy csökken a vércukorja, úgyis a szakorvos azt mondja, hogy csökkenteni kell a bevitt gyógyszerek mennyiségét. És majd az orvos meg fogja állapítani akkor, amikor rendeződött a vércukorja, hogy nem kell tovább szednie a gyógyszereket. De ezt nem mi mondjuk meg, hanem az a kezelő orvos, aki az illetőt, hogy úgy mondjam, karban tartja. A másik ilyen a magas vérnyomás. Egy pillanat, rájuk meg. A kérdésem az, hogy mind a két fajta cukorbetegséget, tehát a vereszületet és az egyes, kettes, mind a kettőre vonatkozik? Mind a kettőre vannak tapasztalataink, amely szerint ilyen eredmény elérhető. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy minden állapotnál figyelembe kell venni azokat a tényezőket, hogy mindenki másképp reagál egy hatásra. Tehát ezt tudomásul kell venni. Mi történhet ilyenkor, mondjuk egy példát? Mondanak egy példát. Tehát lehet olyan, hogy az illető az adott fázisban, például egy reciprok, egy fordított hatása van. Tehát például valaki koffeint szed, és nem élénkül tőle, hanem elalszik. Tehát egy reciprok, egy fordító. Ez ugyanígy előfordulhat bárminél. A másik pedig meghatároz, hogy ugyanaz az ember egy más időszakban megint másképp reagál. És nem lehet kihagyni azt a tényezőt, hogy melyik szakban van az a betegség. Tehát egy úgynevezett reverzibilis, amikor még visszafordítható az a szak, vagy amikor már egy irreverzibilis szakban van, amikor nem visszafordítható. Tehát ezeket mindig kell tudni. És az, hogy ezek az algák, ezek nem gyógyszerek, ezek táplálékok, a legtermészetesebb táplálékok. Ennek nem csak hátránya van, hanem előnye is, ez az abszolút előnye, hogy nincsen mellékhatása, mint a gyógyszereknek. Nincsen szinergizmus, együtthatása. És nincsen olyan, hogy antagonizmus, hogy kiütik egymást. Tehát ezért nagyon jól lehet használni bármilyen gyógyszer mellett, és bármilyen gyógyszerrel együtt. Ugyanezt tapasztalható, én nem csak a rizikofaktorokról beszélnék, hanem szívesen beszélnék például a daganatokról is, mert meghatározó szerepe igen, van. Igen, ez lett volna a következő mondatom, hogy a daganatos sejtekre akkor hogyan hat, mert a cukorra így, akkor nézzük meg ezt is. A daganatos sejteknél, tehát olyan tapasztalatok van, nagyon jó hatása van a prostata problémákra, nagyon jó hatása van a cisztákra. Ezek a ciszták rendszerint daganatot megelőző állapotok lehetnek. Nagyon jó hatása, hogy 7-9 cm-es petefészek ciszták tűnnek el, felszívódnak, emlőciszták, veseciszták, tehát a szervezet különböző helyén lévő ciszták, tapasztalatok vannak arról, amik felszívódtak, eltűntek. Na most a daganatokra olyan hatása van, szintén egyrészt, hogy méregtelenítenek, másrészt, hogy megadják mindazt a táplálékot, ami a szervezet működéséhez optimálisan szükséges. A daganatok esetében szerepe van annak, hogy az algák tulajdonképpen rendelkeznek az úgynevezett őssejt effektussal, tehát eleve, tehát a szervezet gén működését tulajdonképpen javítani, regenerálni tudják, talán ez a helyesebb kifejezést. Az, hogy a biofotonok az energiát adó részei, és hogy tulajdonképpen a sejt energetikai struktúrát szabályozó rendszerre van
megfelelő hatással. Ugyanakkor a sejt környezetét lugosítja, tehát a savas állapotból, amely kedvez a daganatok fejlődésének, és ezáltal elősegíti a daganatoknak a visszafejlődését. De az előnye, hogy a kemoterápia és a sugárterápia esetén is alkalmazható, mert a szervezet általános állapotát javítja, tehát energetizálja, és a működését elősegíti, védi a sejteket. Tehát tulajdonképpen az algáknak a daganatok esetében három nagyon fontos hatása van. Az, hogy sejtszinten képes méregteleníteni, az, hogy a sejtekbe beviszi a megfelelő tápanyagokat, és a harmadik, hogy tartalmaz olyan antioxidánsok, az az asztaszantin, amiről már a múltkor említést tettünk, ami a sejt védelmét biztosítja a daganatok burjánzásokkal szemben. Az immunrendszerre akkor ezek alapján, ugye, amit mert az immunrendszer probléma egyrészt a daganatos sejtek kialakulása, hát másrészt meg lelki okokra is lehet visszavezetni, nem tudom, hogy ezt osztod ezt a véleményt. Az immunrendszert így formában erősíti, tehát akár egy allergia is eltűnhet? Minden szempontból erősíti az immunrendszernek a működését. Ezzel adja, egyrészt azzal, hogy megadja a működéshez szükséges anyagokat, a másik pedig az, hogy megváltoztatja a környezetnek a pH-ját, tehát lugosítja. És ami nagyon-nagyon fontos tulajdonképpen, hogy egy védelmet ad a szabad gyökökkel szemben azáltal, hogy leköti őket. Tehát több olyan tényező van, tehát az algáknak a daganatok esetében három hatása van. Az, hogy sejtszinten méregtelenít, az, hogy beviszi a megfelelő táplálékot, energetizál, és a harmadik az asztaszantinon keresztül pedig a sejt védelmét biztosítja. Tehát ezért meghatározó szerepe van tulajdonképpen. Tehát akkor mondhatjuk az algákra az, hogy tisztítja a sejteket, védi a sejteket és táplálja? Így van, így van. Mind a három funkció. Tehát ezek egymás mellett történnek ezek a folyamatok. Ennek hatása lehet ugye azok a betegségek, amiről most beszéltünk, hogy ugye pozitív irányba térnek el, vagyis a vitalitásunkat visszakapjuk. Így van, fokozzák. Mondani szokták, ezáltal egészségesek vagyunk. A működés helyreállítja tulajdonképpen, tehát nem gyógyszer, hanem táplálék kiegészítők, hogy van jogilag regisztrálva, de tulajdonképpen természetes táplálék. A legtermészetes táplálék, mivel erre épül fel az egész tápláléklánc az állatokban. Ugye szoktuk mondani, hogy az omega 3 és az omega 6 milyen jó hatással van a keringés. Ez egy általánosan elfogadott tétel, és hogy ezért fogyasszunk halakat, mert a halolaj tartalmazza ezeket dúsan. De ki kell mondani, hogy a halakba abba kerül azáltal, hogy tulajdonképpen algákat esznek, és az algákban 20-szor annyi omega 3 és omega 6 van, mint a halakban. Említsük meg még a csontritkolást, mert hogy van egy algafajta, amiben kálcium van. Hát tulajdonképpen az a helyzet, hogy négy algaféle, tehát több tízezer fajtája van az algáknak, ezeket már részben említettük, rá könyvtárnyi anyag, tehát itt nem lehet ilyen rövid időn belül ezeket megtárgyalni, de négy olyan terméket használunk az algák közül, négy olyan algafélességet, amit a mindennapjainkban be tudunk építeni. Az egyik a Chlorella vulgaris, ami a méregtelenítésben van szerepe. Van a spirulina platensis, ami a sejtek energetikai ellátásában van szerepe, mert a 4000 biovitál anyagot tartalmazzák. Van tulajdonképpen, és itt a csontritkulásnál ennek van szerepe, az úgynevezett kőalga, ami tartalmazza mindazokat az ásványi anyagokat, nyomelemeket, ami a szervezetre szükséges, és biológiailag aktív formában, mert ha tulajdonképpen veszük a csontritkulást, megint csak egyszer leegyszerűsítve mondom, azért lép fel a hiány, mert ugye most nem beszélünk arról, hogy különböző anyagcsere folyamatok, nem beszélünk arra, hogy különböző hormon folyamatok, tehát a változás korában, hanem vegyük azt az okot, amikor nem viszünk be megfelelő mennyiséget, tehát hiányzik a szervezetből. A másik az, amikor bevisszük a szervezetbe a megfelelő mennyiséget, de az nem szívódik fel. Vagy van egy olyan eset, amikor bevisztük a megfelelő mennyiséget, felszívódik, de nem épül be a szervezetbe. Most a Lithotanem calcareum nevű algafélességben, vagyis a kőalgában, amit említettem, benne vannak mindazok az ásványi anyagok, nyomelemek, amik szükségesek, amik a szervezetek megfelelően tudják védeni a csontritkulás esetén, mert egyrészt megfelelő mennyiséget visznek fel, másrészt biológiailag olyan aktív formában,
hogy felszívódik és beépül a szervezetbe. Ezért vannak olyan tapasztalatok, hogy a csontritkulás folyamatát nem csak megállítja, hanem a csont állapotát javítja mérhető módon. Erre vannak adatok. Ez szerintem nagyon-nagyon lényeges dolog, ugyanis hát túlsúlyban vannak a nők. Ugye Magyarországon nekünk a világon. Nekünk férfiaknak is van. Nekünk is van csontritkulás? Igen, van sok. Sajnos már fiatalabb korban is előfordul. Hát ezt meglepően hallom, de én ugye mindig arra éreztem ki, vagy főleg a nőknek. Tehát nagyon fontos ez, hogy ez a táplálék kiegészítő, ez egy lehetőség. Azon, hogy javítsunk. Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy két dolog nagyon szükséges, hogy az ember aláhúzza. Hogy az, hogy van egy személyes felelősségünk ahhoz, hogy megtartsuk az egészségünket, vagy visszaszerezzük, és ehhez meg kell teremteni azt az egészségkultúrát, ami ugyanúgy hiány, mint a legtöbbünknél a viselkedés kultúra, a magatartás kultúra, az öltözködési kultúra, a közlekedési kultúra, és hogy ne folytassam, tehát ugyanúgy ritkán beszélünk megfelelő egészségkultúrát, ezt meg kell tanulnunk, meg kell szerezni, és gyakorlatát kell tudni tenni, és tulajdonképpen az algák egy lehetőséget biztosítanak arra, hogy felhasználjunk akár a megrodgyant egészségünknek az újraépítésére, vagy a még meglévő egészségünk megtartására, és ennek tud nagyon jó eszköze lenni az alga, mint lehetőség. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, folytatni fogjuk remélem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget, és örülök, ha egy pár olyan gondolatot tudtam átadni, amit néző fel tud használni az életminősége javítására. Kedves nézőink, az Alternatív Plusz természetgyógyász magazin műsorát látták. Két hét múlva újból jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!